Köszöntöm szeretettel a hallgatókat a mikrofonnál Vas Judit. Lezárult a 2023-24-es évad a Gárdonyi Géza Színházban, és már nagy tervekkel várják a következő évadot. Erről fogunk beszélgetni vendégem, Majd Köszöntöm nagy szeretettel Blaskó Balást, a Gárdonyi Géza Színház igazgatóját. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. No, véget ért tehát egy évad, de milyen, mennyire volt sikeres, hogyan látja, hogyan értékeli? Azt gondolom, hogy a pandémia óta, tehát a 2019-20-as színházi évad, ugyanak a második felében, 2020. március 12-én került kihirdetésre a veszélyhelyzet, gyakorlatilag akkor egy, egy rendkívüli törés állt be, de nem csak a Gárdonyi a színház életében, hanem általában a színházak, a kultúra, Mindannyiunk életében. Nagyon nehéz visszatérni azokhoz az eredményekhez, vagy egyáltalán megközelíteni azokat a, a mutatókat, amelyek addig természetesek voltak. Nézőszámban, bérletes nézőszámban, jegyeladásban, ifjúsági bérlők tekintetében, egyáltalán a színház látogatottsága tekintetében, és nem utolsó sorban az anyagiak is akkor rendezettebbek, voltak tulajdonképpen éppen akkor kezdődött el egy olyan ciklus a kultúra támogatás területén, amely váltotta a tau rendszert. És egy, egy rendkívül kedvező anyagi helyzetet produkált, gyakorlatilag, mert hiszen benne maradt a kultúra finanszírozásban a legutolsó tau átalány és gyakorlatilag ez volt az alapja az úgynevezett többlettámogatási pályáztatási rendszernek. Ez nagyon-nagyon kedvező volt, különösen a vidéki színházak, így természetesen a Gárdonyi Géza színház életében is ez a rendkívül kedvező fordulat, amely bekövetkezett a kultúra támogatásban, egyrészt, hogy megszűnt az a fajta tau rendszer, amikor a színházigazgatóknak kellett összegerebézni azt az anyagi forrást, amelyet aztán felhasználhatott. Ez egy nagyon, hát hogy is mondjam, Kényelmetlen feladat volt. Nem akarom azt mondani, hogy megalázó, de súrolja ennek a, ennek a fogalomnak az értékét. Nagyon nehéz időszak volt ez, gondolom, minden színház vezető életében. Nos, hát ezen a pandémia gyakorlatilag ez volt az a helyzet, amit ketté tört a, a pandémia. Utána egy teljes évad kimaradt, majd utána újraindult egy, egy élet, amely rendkívül kedvezőtlen időszakot jelent. Mi volt ez a művészi stratégia, amivel megpróbáltak lábra állni? Gyakorlatilag el kellett mozdulni, és nem csak a Gárdonyi Géza színháznak, hanem általában a, a, a színházaknak, a, a kultúra képviselőinek, vonatkozik ez a, akár a táncműfajra, zeneműfajokra, és így tovább, és így tovább, de elsősorban a színházak életében jelentett ez egy elmozdulást, egy visszamozdulást a, a populáris műfajok irányába. Nyilván meg kellett újra küzdeni a közönségért, hogy minél több Jöjjenek újra színházba. Nyilván nagyon sok, és főleg idősebb nézőt elvesztettünk. Ők eltávoztak közülünk, sajnos, és egy olyan generáció távozott el nagy számban, amelyet nagyon nehéz alulról pótolni. Ma is tendencia, hogy gyakorlatilag a szervezett gyermek- és ifjúsági előadások és nézőközönség után ide tartoznak óvodások, általános és középiskolások, és még a, az egyetem, egyetemistáknak is egy, egy bizonyos elérhető része. De ezt követően van egy óriási mm. űr. A, a látogatók életkorát tekintve. Tehát a középgeneráció, gondolok itt a 35 és 55 közötti aktív dolgozó rétegekre, mindenfajta rétegre, tehát ez úgy az értelmiségi, mint a, az egyszerű munkás emberekre is vonatkozik, gyakorlatilag ők egyszerre több helyen dolgoznak, szülők, férfiak, nők, és nem jut idejük. Tehát egyszerűen nem, nem jutnak el a színházba, pláne nem úgy jutnak el, hogy bérletet vásárolnának, hiszen a bérlet az kötelez. Tehát annak rendszeresen havonta, másfél havonta előadások következnek, ötös-hatos bérletben, amelyek kötöttek. Egy-egy bizonyos naphoz, időponthoz kötöttek, és az, ahhoz kell azt a napot hogy már jó előre gyakorlatilag beosztani és felöltözni, eljönni, hát ahogyan a színházba érdemes eljönni. Felöltöztetni a, a lelket és a testet, és úgy úgy jönni a színházi. Meg nem csak az időhiány, szerintem nagyon sok a család anyagi helyzete is megváltozott. Én azt gondolom, hogy vidéken, és különösen Észak-Magyarországon, gondolok itt Nógrád megyére, Heves megyére, akár Borsod megyére, bár nyilván Miskolc kiesik ebből a körből, hiszen nemzeti színházzal rendelkezik, 170 ezer lakossal, egy olyan színházzal, amely 5-6 játszóhelyjel rendelkezik, több főiskola, egyetem és így tovább, tehát ez egy másik kategória. De ha Salgótarjánra, Egerre, akár Nyíregyházára gondolok, akkor, akkor gyakorlatilag bizonyos egyenlőséget lehet tenni. Ezek szegény megyék, különösen Nógrád és Heves-megye. Tehát a, a mi bérletáraink, jegyáraink messze elmaradnak az országos átlagtól, éppen emiatt. Nagyon nagy tekintet vagyunk és különös figyelemmel ezekre az anyagi lehetőségekre. Nem is lehetünk nem figyelemmel, tehát na nagyon óvatosan kell vérletárat emelni, jegyárat emelni, vagy ezeknek az összefüggéseiben egyáltalán a az áremeléshez nyúlni. Minden esetre bizonyíthatóan kimarad egy, egy komoly 35-55 közötti korosztály a rendszeres színházlátogatók köréből. A későbbiek, a nyugdíj felé közeledők, vagy a már nyugdíjasok, a megállapodottak és a kialakult családokkal rendelkezők, már hogy mondjam, egzisztenciával rendelkezőkre ez nem vonatkozik. És nyilván a nyugdíjas bérleteseink száma az öntően konstans régóta. Sőt, olyannyira, hogy még egy plusz bérletet is kellett a nyugdíjas korosztály számára létrehoznunk, szombat délutáni, és a családok, tehát a nagymamák hozhassák a, az unokákat, tehát úgy, úgy tudjanak színházba jönni olyan időpontban, amikor már mindenki ráér hétvégén, és pihenés következik szombat délután után. Tehát ez egy nagyon érdekes összefüggés. Visszatérve a mögöttünk álló, immár befejezett 2023, 24-es színházi évadra egy olyan előrelépés történt az elmúlt évekhez képest, tehát a azzal az évvel, színházi évaddal kapcsolatban, amelyben nem is játszottunk. Követte utána egy olyan, ahol többször meg kellett szakítani. Tehát a 2020-21-es színházi évadot meg kellett többször szakítani. Aztán a 21-22-esben is komoly kiesések voltak. Aztán következett egy olyan év, a tavalyi év, tehát a 22-23-as színházi évad, ahol január 1-től március 15-ig zárva tartottunk az energiaár emelések miatt, meg a benzinár, hát a, a háború, az ukrán-orosz háború következményeként kialakult gazdasági helyzetben. Égbe szöktek az áramdíjak, a különböző gáz, és így tovább, tehát ez nagyon, nagyon komolyan hatott a mi életünkre is. Ahogy említettem, egy komoly elmozdulás történt a populáris yeah. műfajok irányába. Tehát a zenés műfajok, a vígjátékok, bohózatok, és így tovább, mi sem maradhat ki ebből. Változtatnom kellett azon a rendszeren, amely az első két ciklusom, tehát kétszer, öt év, tíz évben úgy állt össze, hogy egy, egy komoly programadó bemutatóval kezdtünk, amely egy társadalmi szempontból problémákat felvető, komolyabb témákat boncolgató előadásokat jelent. Csehovtól, Shakespeare-en keresztül, Shakespeare tragédiákon keresztül, Csehov művein át, Sütő András, Káin és Ábel című drámája, vagy Só, Szent Johannája voltak ezek a, ezek a példák, hogy ilyen előadásokkal nyitottunk. Ezeket követte aztán, mivel vidéki színház lévén csak népszínházi küldetést ami egyben azt is jelenti, hogy minden réteget meg kell céloznunk. Nem tehetjük meg azt, amit Budapesten mondjuk a Katona József színház, vagy az Őrkényszínház vagy a Radnóti színpad megtehet, hogy egy-egy réteget, egy értelmiségi réteget céloz meg, és számukra játszik a belvárosban. Mi ezt nem tehetjük meg, tehát nekünk minden réteget ki kell szolgálni, minden réteg igényt, tehát nyilván játszanunk kell műzikeleket, op. Peretteket, nyilván gyermekelőadásokat is játszanunk kell, meséket a legkisebbeknek is, és a, a nagyobb korosztály, idősebb korosztályoknak is, és természetesen a felnőttek számára komolyabb tartalmakra kíváncsi, és azokra érzékeny rétegeket is ezekkel az említett előadásokkal meg tudtuk célozni. Erről le kellett mondanom. Tehát sajnos át kellett állnunk az utóbbi két évben a hat bemutatós bérletrendszerről öt bemutatós. Bérletrendszerre. Ez nyilván annak következménye, hogy jelentősen lecsökkentek az anyagi lehetőségeink. Tehát a költségvetésünk a már említett energiaáremelések miatt, amely kihatott. A, kihat a mai napig az életünkre, és rendkívüli módon befolyásolja a produkciók létrehozhatóságát, kiállítását, díszlet, jelmez, akár vendégek hívása tekintetében, vagy meg kell fontolni, hogy, hogy milyen alkotóművészeket, rendezőket, tervezőket, milyen minőségű és nagyságrendű tervezőket, rendezőket, alkotókat hívunk. Tehát ezt is befolyásolja alapvetően az energiaremelés következtében beállt költségvetés változás. Ezeknek a változtatásoknak az eredményeként már a tavalyi évben is érzékelhető volt, és a, a most utánunk, tehát a tavaly előttire gondolok a 22 23 hármas színázi évadra, de a 23-24-esre alapvetően jellemző, hogy kezdjük közelíteni a korábbi, tehát a pandémia előtti időszakot. Alá kell húznom, hogy csak kezdjük közelíteni. Ez nagyon fontos megállapítás. Az elmúlt év éppen a változtatások eredményeként rendkívül sikeres volt. Tehát eh, pócékes teltházakkal játszottunk minden na nagy színpadi előadásunkat. Legyen az eh, végjáték, tehát prózai előadás, vagy zenés operet, vagy, vagy musical, és nem csak hogy, hogy pócékes teltházakkal, hanem igen komoly bérletszünetes előadás számmal is. Hiszen minden darabunkból öt fölött játszottunk bérletszünetes előadást. Ebből kivétel a dzsungelkönyve, ahol több mint tízzel többet játszottunk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres évad után vagyunk minden tekintetben. De mi lehet ennek a sikernek a valódi oka ön szerint? Nyilván a a darabok kiválasztása, majd a darabok létrehozása, tehát az előadások kiállítása és minősége. Nagyszerű társulattal rendelkezünk, ennek én nagyon örülök, ez egy hosszú évek alatt bekövetkezett társulatépítés és társulatfejlesztés következménye. Nagyszerű, minden műfajban otthonosan mozgó művészeink vannak, tehát nagyon, nagyon jól énekelnek, táncolnak, tehát a zenés műfajokban is nagyszerűen helytállnak, és ugyanakkor a pró prózai is vonatkozik ez a tragédiáktól a végjátékokon át a zenés műfajokig. Ez nagyon nagy öröm, és gyakorlatilag ez a, a magyarázata, ez a válasz a kérdésre, hogy, hogy gyakorlatilag ebben rejlik. Egy olyan, olyan társulatot kellett létrehozni és fejleszteni, kifejleszteni az évek során, amely ezt a fajta népszínházi küldetést teljesíteni tudja. Tehát minden műfajban otthonosan mozgó mű művészekre volt szükségünk, és természetesen rendkívüli módon emeli a előadásaink színvonalát, különösen a zenés előadások színvonalát, hogy rendelkezünk egy nagyszerű tánctagozattal. A GG Tánc Eger tagozati együttesünk a Topolánszki Tamás vezetésével olyan minőségi emelést jelent a tánckarral kiegészített operettek és műzikelek bemutathatósága tekintetében, amelyekkel nagyon kevés vidéki színház rendelkezik. Tehát máshol, ahol nincs egy ilyen ütőképes és, magas táncminőséget képviselő együttes, mint, mint nálunk, ott gyakorlatilag amatőr együttesekből válogatnak szükség szerint a műzikelekhez, operettekhez. Ez a kiállításon és az előadás minőségén meg is látszik. Ahogyan a miénken is, pozitív értelemben. Meg, <laughs> meg szerintem az, hogy a korosztály is, tehát mondta, hogy pótolni kell a közönséget, mert sok időst ugye már elvesztettünk, én szerintem közre az is, hogy egyes előadások, gondolok itt például a Bástyos sétányra, nagyon fiatalos ö, rendezői koncepcióval születtek meg, tehát hogy próbálnak minél szélesebb ö, hozzá, Igen, hozzá, érdekes hozzá. a Bástya Sétány 77 példája, ugyan egy olyan darabról beszélünk, amely az 50-es évek végén keletkezett, és olyan problémakört tárt fel, amely nagyon jellegzetes volt az 50-es évekre. Frazeológiailag is, és hát olyan intézmények szerepeltek az eredeti szövegkönyvben, amely ma már nem léteznek, házmesterektől kezdve, tehát különböző olyan szervezetek, amelyek hát a rendszerváltással megszűntek gyakorlatilag. Mégis hát, nagyon mai lett a darab. Igen, hát éppen a beavatkozás következményeként, hiszen Bal József rendező, aki hát nagyon komoly munkát végzett, dramaturgiai munkát végzett a, az előadás létrehozásában, és hát olyan szituációkat talált ki, és olyan kifejezés formát adott, nem csak beszéd kifejezés formát, hanem mozgás és, és szituáció kibontási formákat, amelyek abszolút maiak. Nyilván a mai fiatalok és középgenerációk magukra tudtak ismerni ezáltal az előadásban. De tulajdonképpen az igazán jó klasszikus darabok azért klasszikusak, mert a, a, a a problémakör, amelyet felvet, örökérvényű. Gyakorlatilag a házasság is vonatkozik ez. Nagyon fontos a darabválasztás, hogy olyan témákat, olyan problémáról szóljon, amely átélhető, amely szól a mai emberhez is, és hát nyilván ennek eredménye lehet az, hogy, hogy ilyen komoly érdeklődést váltott ki az egész évados programunk. Említette ön is, hogy az évad legsikeresebb előadása volt a dzsungel, az, hogy egy ennyire sikeres darabot tesznek be, és meghirdetik, azt már akkor érzékelték, hogy ez igen siker lesz? Tehát, hogy maga a darab másik sikerre viszi önmagát szinte. Azt is figyelembe kellett venni egy-egy darab bemutatását illetően, hogy az év melyik hónapjában, melyik évszakban, melyik időszakban kerül majd műsorra. Nagyon fontos volt, hogy egy, egy olyan végjátékkal kezdjünk, mint a, a házasságszerző, amelyet hosszú időn keresztül tudunk játszani. Tehát nyitva van a lehetőség arra, hogy bérletszünetes előadások is legyenek. Ezt követte nyilván a gyerekdarab után a Bástya Sétány 77, amely szintén már egyfajta kitekintést jelentett a, a két ünnep közötti időszakra. Tehát november közepén mutattuk be, de viszonylag közel volt már, a karácsony és új év közötti időszak, amikor nagyon sok vendég van Egerben. Családtagok jönnek haza, látogatóba itt maradnak három, négy, öt napig, és ebben az négy, öt napban nekünk erre nagyon figyelni kell, hogy, hogy mit adunk a közönségnek. Ilyenkor szoktunk hirdetni olyan lehetőségeket, hogy ajándék, tehát ajándékozni is lehessen a két ünnep közötti időszakra, karácsonyra jegyeket. Tehát ez egy nagyon fontos időszak. A, a mi életünkben és nagyon fontos volt, hogy ebben az időszakban legyen egy olyan új bemutató, amilyen a Janika volt, amely karácsonyi történet. Erre általában figyelni szoktam, mert hiszen most már rendre mutatunk be olyan előadásokat december elején, amelyek kifejezetten karácsonyi témájúak. Ilyen volt az illatszertár is. És általában télen játszódó olyan történetek kerülnek ilyenkor színpadra, amelyek az évszakkal is összefüggésben vannak, sőt a karácsonyi ünnepkörrel is. Ezt követte aztán táncbemutató, amely szintén nagy siker volt. Különböző elképzeléseink voltak, amelyeket sajnos a pénztelenség meghiúsított, hogy még egy bemutatót is tartsunk, olyan műfajból, amely ebbe a körbe illeszkedik, de aztán erre végül sajnos nem került sor. Átkerülnek ezek a, az elképzelések a következő évadra. Idén egy kicsit hamarabb ért végetez évad. Ennek van egy olyan összetevője is, hogy bekerült a a gyermekelőadások körébe a diótörő című táncmesejáték, amely történet szintén a karácsonyi ünnepkörrel van összefüggésben, és ezt a történetet csak abban az időszakban játszhattuk a gyermekbérleteseknek. Ez elég komoly időszakot fedett le, és így gyakorlatilag kimaradt egy, egy olyan lehetőség, amelyben olyan felnőtt előadás is színpadra kerülhetett volna, amely időhiányában nem tudott színpadra kerülni, és amelyet később pénzhiányában nem, nem tudtunk megvalósítani. Ezért állt elő az a furcsa helyzet, hogy május 11-én sajnos be kellett fejeznünk egy dupla dzsungelkönyve előadással az évadot. Nyilván ez az elkövetkezendőkben még akkor sem fog bekövetkezni, ha maradunk, már pedig maradunk az ötös bérlet rendszernél, mégpedig azért, mert olyan gyerekdarabok kerülnek majd műsorra, amelyek a második gyerekdarab nem ezzel az ünnepkörrel kerül összefüggésbe. Ezáltal felszabadul egy időszak, amikor próbálni tudunk, tehát később kerül bemutatásra, és akkor el tudunk tolni időben az előadás sorozatokat. Így jövőre, április végén, május elején lesz bemutatónk, mégpedig az ankonai szerelmesek, amely végigmegy majd egész május hónapban. Mielőtt átérnénk a következő évadra, még egy kérdés el, elmúlt a kapcsolatban, hogy említette, hogy szerencsére már tényleg megérett ez a társulat, úgy érzi, de azért volt egy-két olyan előadás, ahol volt vendégművész is. Ennek mi az oka, hogy vendégművész kérnek föl? vendégművészek hívására, foglalkoztatására akkor kerül sor, ha egy-egy olyan szerepkörben hiányzik a társulatból erő, jó erő, amelyre szükség van. A dzsungelkönyve például ilyen, ilyen volt a főszerepet illetően. Tehát Kerek Dávid személyében egy olyan fiatal egyetem, mert éppen végző utolsó éves művészt sikerült szerződtetnünk, aki nagyszerűen énekel, nagyszerűen mozog, tehát erre a szerepre, tehát a maugli szerepére a társulatban nem volt művész, vagy csak olyan kompromisszumok árán lehetett volna esetleg, amely már nem fért bele a rendezői elképzelésbe. Ugyanebben a darabban volt a Tuna szerepében egy fiatal egri illetőségű vendégművészünk, Magyar Őzike, Akit nagyon régóta ismerünk, nagyon sok előadásunkban játszott. Ugyanakkor a Bástya Sétány 77-ben szintén fontos volt Fekete Patrícia hívása, hiszen abban a szerepkörben is ott három hölgy szerepel, három azonos korú hölgy. Tehát ezért volt fontos, hogy minden szerep, ben Megfelelő erő legyen a színpadon, és Patricia szintén végzős egyetemi hallgató, aki egy nagyon tehetséges, ifjú hölgy, és nagyon örültem, hogy sikerült egerbe hívni, és el tudta vállalni a, a szerepet. Azt gondolom, hogy mindannyiunk örömére, és a közönség sok-sok örömöt talált az ő színpadra lépésében. A gyerek előadásokat, ha nézzük, akkor. Hát talán mondhatjuk azt, hogy szerencsére ott nincs meg az a probléma, mint a felnőtt közönség bizonyos részei, ugye, hogy eltűntek végül is, tehát nehéz őket pótolni. Folyamatos nyilván az utánpótolni. Igen, meg nyilván volt nehézség, mert bezártak az iskolák, igen. óvodák, vagy nem mehettek ki a közösségbe, de szerencsére ez már mind elmúlt, tehát úgy gondolom, hogy akkor a gyerek előadások közönsége az visszatért. Igen, Én sőt, nem hogy visszatért, hanem megsokszorozódott. <laughs> és ez nagyon fontos dolog, hogy az a fajta néző utánpótlás, vagy, vagy a ifjú nézők felkészítése a, színházi élményre megtörténjen. Tehát ez is hozzátartozik a színház vezetés lényegéhez, vagy nehézségéhez, vagy öröméhez, <laughs> hogy színházba kell szoktatni a gyerekeket. Nagyon korán el lehet kezdeni, és el kell kezdeni ezt a fajta színházi élményre nevelést, a színház élvezetének megismertetését, a színház hangulatának a megismertetését, és úgy tűnik ebben a tekintetben is sikerült megtalálnunk. És nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok, mert hiszen a pedagógusok hozzák el a gyerekeket, és a, a pedagógusokat kell először a műsortervel, vagy a gyerekek számára kiválasztott bérletes előadásokkal gyakorlatilag megközelíteni, és megnyerni a bérlet szervezés érdekében. Úgy tűnik, hogy ez jó úton jár, és, és ez sikeresen zajlik színházunkban. A következő évadban is nagyon számítunk a pedagógusokra, a pedagógusok szervező munkájára, és hát nyilván az egészen fiatal és idősebb gyermeknézőkre, az óvodáskortól kezdődően. Mi vár akkor a következő évadban? Hát igen, érdekes műfajok jelentkeznek majd. Nyilván folytatjuk azt a fajta populárisnak mondható sorozatot, amely bevált az elmúlt években. Vígjátékok, bohózatok, zenés műfajok, táncműfaj, gyerekelőadások, előadások, mesetánc előadás is szerepel a programban. Az évadot októberben Hubai Miklós ők tudják mi a szerelem című darabjával kezdjük majd, amelynek a műfaja nagyon érdekes, börlesk és tragédia amely úgy tűnik első hangzásra, mintha ellentmondás lenne, mert hogy lehet valami egyszerre bőrleszk és tragédia is. Nos, ennek az a magyarázata, hogy Hubainak ez a darabja hektor Berlióznak egy rendkívüli zeneművész, zeneszerző különös helyzetének az elemzéséről szól. Egy olyan pillanatról, amikor az idősödő Berlióz, sőt az kifejezetten idős Berlióz mindenfajta társadalmi konvenciót félretéve és keresztül hágva szerelmével keresi meg a nálánál 6-7 évvel, sőt 8 évvel idősebb valamikori gyermekkorának egy ideáját lát, akit 40, több mint 40 éve nem látott. És ez a, ez, a helyzet, amely, amely sosem volt kettőjük között ismert, tudott helyzet, tehát a sose tudta, hogy a gyermek Berlioz szerelmes volt belé, őt más Kötötte le az érzelmi élete. Nagyon érdekes módon alakul ki egy olyan helyzet, amelyben ez a két idősödő ember gyakorlatilag önmaga előtt megvallja és megéli azt a fajta érzelmi hullámvasutazást, amelyben a fiatalságból hosszú-hosszú évek múlásán keresztül eljut a konklúzióig két ember, aki lélekben mert hiszen mindannyian lélekben fiatalok maradunk. Tehát a lelkünk nem öregszik, a testünk talán, sőt sajnos, de a lelkünk nem, és ez a lelki fiatalság, ez átsüt az előadáson. Azt gondolom, hogy, és remélem, hogy át fog sütni az előadáson, ennek a készülő előadásnak, amelyet Frigyesi András állít majd színpadra, számomra van egy nagyon kedves és, és nagyon várt összetevője, mégpedig hosszú évek után újra a színpadra lépek Berlioz szerepében. Elértem azt az életkort, amikor <gül> már <laughs> Berlioz lehetek, és Estella a szerepében Sárosi Kinga a feleségem lesz a partnerem. Nagyon régóta nem voltunk partneri, volt ilyen együtt? partneri viszonyban, Hát, megmondom őszintén nehéz nehéz erre, hogy, hogy ilyen közvetlen partnerként mikor voltunk színpadon. Hát ez még a Gali László időszakra tehető, tehát a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor a Lamancsalóvagjában játszottunk, ugye én voltam Don Kihóta, ő Aldonza, aztán a Lili játszottunk partnert. Tehát én voltam a táncos komikus, ő pedig a szubrett. Talán ez volt az utolsó ilyen közvetlen partneri viszonyunk. Tulajdonképpen még egyszer volt ilyen, a elmúlt talán két évvel ezelőtt, amikor nekem kellett beugróként az Arany rendezvúban eljátszanom a főszerepet egyetlen előadás erejéig, és abban újra partnerek voltunk, de ez csak egyetlen, gyakorlatilag közönség nélkül lezajlott előadás volt. Mm -hmm. Akkor ez különleges lesz, nem csak a műfaj, nem csak a mondani való, hanem Miatt. Ben, ö, is, Igen. természetesen, és nagyon várjuk ezt az időszakot. No, hát ez lesz az első bemutató. Ezt követi majd a színpadon egy gyerek mesetánc előadás, a Fehér Lófia, amely már bemutatásra kerül a 13. stúdió Egri stúdió színházi táncfesztivál keretében a GG Tánc Eger tagozati együttesünk bemutatásában, amely majd október közepétől a legkisebbek számára lesz bérletes előadás. Egy olyan siker már volt egri siker repríze következik majd novemberben, amelynek a 2000-es évek első felében rendkívüli sikere volt Egerben. És ez a Valahol Európában című musical, amelyben majd augusztus végétől egri diákokat fogunk, kisdiákokat fogunk válogatni, mert hiszen ők az igazi főszereplői ennek a musicalnek, ennek a nagy siker amelyet Bal József állít majd színpadra november közepén. Ezt követi szintén repríznek mondható bemutató december elején, ez pedig Molnár Ferenc olimpia című végjátéka, amelyet én állítok színpadra. Ehhez is van személyes kötődésem, és nem csak nekem, de Kingának is, hiszen Veszprémben a 80-as évek elején játszottuk a két főszerepet. Tehát ő volt olimpia, én pedig Kovács kapitány. Azt az előadást Sík Ferenc rendezte Veszprémben, Egyébként ő rendezte azt a Lamancsalóvagja előadást, amelyről már említést tettem, amelyben szintén partnerek voltunk. Sajnos Ség Ferenc már nincs közöttünk, de egy nagyszerű rendezőről, nagyszerű kollégáról, nagyszerű művészről beszélek, amikor őt említem. Az olimpia Molnárnak egy, egy, talán a legelegánsabb cselekményvezetésű végjátéka, amely visszavisz bennünket a monarchia világába. A főherceg nő olimpia szerelembe esik, kezdetben csak plátói szerelembe, egy parasz származású huszár kovács kapitányjal. E körül forog a bonyodalom, mert hiszen ez, ez nem elfogadott ebben a világban egy ilyen párkapcsolat és ezt mindenképpen a környezet megkívánja akadályozni, és tulajdonképpen olimpia is hát elvágja ezt a szálat, amely aztán egy krimi fordulaton keresztül mégis megvalósul. Elég annyi, hogy mindenki megkapja, amit érdemel. Ki a legjobbat, ki a legrosszabbat, mindenki, és legfőképpen a közönség nagyon jó szórakozást fog kapni, <gül> <gül> remélem. Hát meg Molnár Ferenc darabjait amúgy Igen. is szerették. Nos, ezután átlépünk már a következő naptári évbe, 2025-be, amelyet februárban egy gyerekdarabbal folytatunk majd, mármint a bemutatók sorát. Ez pedig a Kolontos Palkó lesz Barácz Zoltán rendezésében, amely egy ismert történet, népmesei történet. Azt gondolom, hogy a, a kis diákoknak, óvodásoknak, kisdiákoknak felejthetetlen élmény lesz. Ezután egy táncbemutató következik majd, mégpedig a Café Brazil című, hát hogy is mondjam, táncfantázia. A címében szerepel a tartalom, hiszen dél-amerikai ritmusokra, dél-amerikai zenére, Brazil és általában dél-amerikai zenére szerveződik a játék, és Topolánski Tamás fogja színre vinni az ő koreográfiájában és rendezésében kerül bemutatásra a Szegétán Szeger tagozati együttesünk saját bemutatójaként az évadot ezután egy újabb gyerekdarabbal folytatjuk majd, tehát tavasszal két gyerekdarab kerül bemutatásra. Ez pedig a Hétpettyes Lovag szímű, szintén magyar, mert hiszen magyar évadról beszélünk, minden előadásunk a Café Brazilt kivéve, de ott az alkotók magyarok, minden előadásunk gyakorlatilag magyar szerző, magyar tartalmú, témájú darabja lesz, mert hiszen a Café Brazil és és a hétpetyes lovag után az évad zárásaként műsorra kerülő Ankonai Szerelmesek című zenés végjáték szerzői magyarok, noha a téma Ankona olasz, és az olasz fantasztikus slágerek szerepelnek az előadásban, a darabban és a majdani előadásban. Azt gondolom, hogy ismert történet, hiszen ez is ment már Egerben és a Gárdonyi Géza színházban, és az elmúlt években két-három-négy évvel ezelőtt is a nyári programokban is szerepelt, de azt gondolom, hogy éppen az örökzöld dallamok miatt és a, a nagyon kedves és nagyon szórakoztató történet miatt élményt fog szerezni és nyújtani a, az egri bérlőközönségnek is. Hát nagyon sikergyanús évedelén nézünk, ez az első darabban utána azért valahol Európában. Az ankonai, azt már amúgy is nagyon sokan szerették, ismerték, meg hát kis brazil ritmusok lesznek, és Molnár Ferenc. De ez mind nagy színpadon, a stúdió színpadra terveznek e bemutatót? A stúdió színpad gyakorlatilag most visszatérek a pandémiára, és a pandémia okozta törésre. A pandémia bekövetkeztéig a stúdiónk nagyszerűen működött. Tehát zenés darabok, kamara vígjátékok váltogatták egymást, sőt, volt egy sorozatunk, amely nagy írók, és nagy történelmi személyiségek bemutatását célozta meg, amely gyakorlatilag a pandémiával megtört és megszűnt. Évek óta nem tudunk bemutatni anyagiak miatt darabokat a stúdióban, hiszen egy stúdió előadás létrehozása közel annyiba kerül, mint egy nagy színpadi előadás létrehozása. Holott a nagy színpadi előadást 410 néző láthatja, míg a stúdióban alig 70 ember nézhet meg egy előadást. Tehát gyakorlatilag a színrevitel megtérülése, bár sohasem megtérülő egy színházi előadás, legalábbis Magyarországon, mert hát így, így rende be, és így alakult ki az a fajta rendszer, színházi bérletrendszer, amelyben élünk. Ez azt a fajta Stagione előadás rendszert, amelyben összeáll egy, egy cél érdekében, egy előadás létrehozására egy stáb, és addig játsza az előadást, amíg arra néző van, ez nálunk elképzelhetetlen. Vagy csak kizárólag Budapesten képzelhető el, meghatározott térben és meghatározott műfajokban. Nálunk nagyon nagy változásoknak, elsősorban életviteli és életkörülményekben bekövetkező változásoknak kell bekövetkezni ahhoz, hogy át tudjunk állni akár csak egy Ausztriában elfogadott színházi rendszerre, amelyben alapvető a piac és kínálat. Itt nagyon nagy állami támogatás van minden egyes színház Kivéve talán a Madács színházat, az Operett színházat, a Fővárosi Operaházat, és így tovább. Tehát vidéken ez elképzelhetetlen. Tehát a stúdióban gyakorlatilag a anyagi források hiánya, vagy szűkös volt amiatt, nem tudunk ö, egyelőre nem tettem le róla nyilvánvalóan, mert nagyon fontos a stúdió világa, tehát az a fajta közvetlen kapcsolat, amely a stúdióban testközelben kialakul, az egy térben Gyakorlatilag tehát face to face mennek az előadások, tehát olyan testközelben, amelyben a, a, a színész lélegzetvételét hallani lehet. Ez egy olyan élmény, és nem csak a nézőnek, hanem a színészek uh -huh. számára is, és a létrehozó alkotóművészek számára is, amely pótolhatatlan a, a nagy színpadon. Tehát erre szükség van, szükség lenne. Remélem, hogy változások következnek be, muszáj, hogy változások következzenek be a kultúrafinanszírozásban, amely majd lehetővé teszi a stúdió játékot újra. Egy érdekes ötlet, gondolat, lehetőség merült fel fiatal kollégáinkban, Szőke Olivér, Babocsai Réka és Csató Norbert keresett meg azzal a, a gondolattal, hogy egy, egy nagyszerű amerikai rock együttes, a Green Day, zenekar egy nagy sikerű albuma a, az American Idiot, amerikai címmel, ugye az amerikai idióta lefordítva, nem is kell olyan nagy angol tudás Igen. lefordítani ezt a, ezt a címet. Ez egy album, ez egy album címe, amely a 2000-es évek első felében jelent meg, Grémi Díjas lett több szám belőle. Ez egy olyan album, amelyben a számok gyakorlatilag egy történet is felfűzhetők. Tehát története van az albumnak, mégpedig a számokon keresztül követhető történet. Nos, ezt a történetet egészítette ki ez a kis színész csapat, és köztük elsősorban Szőke Olivér, aki egy, egy kamara musicalt írt tulajdonképpen egy történetet, egy valódi történetet az album mellé, amelyben megszólalnak majd terveink szerint a a számok egy háromtagú zenekarral kiegészülve. Ennek a bemutatását nyilván egy komoly előkészítési procedúra után. Az előkészítés nem csak a darab létrehozása jelenti, hanem ennek jogi formái is vannak. Tehát ugye itt Grémi díjas, nagyon ismert, közismert és világszerte ismert albumról van szó, amelynek a gyakorlatilag színpadra állítása és egy professzionális környezetben, egy intézményesített színházban színpadra vinni, ennek, ennek azért vannak jogi összetevői. Amíg ezeket a jogi összetevőket nem tisztázzuk pontosan és számunkra elfogadható módon, gondolok itt az anyagiakra is, amelyek nyilván itt sem elhanyagolhatók, nagyon szeretnénk egy olyan ifjúsági korosztályt megszólítani, és különös tekintettel arra a korosztályra, amely hiányzik. Ez az előadás, hogy ez a készülő előadás, ez a gondolat pontosan ezt a korosztályt kívánja megszólítani, és azt a korosztályt, amely hát sajnos nagyon hiányzik, szomorú módon hiányzik a színházunkból, és ez is érdekes nem csak Egerből, tehát ez egy, ez egy általános kép, és nem csak vidéken, hanem Budapesten is hogy ez a korosztály, ez a 35-55 közötti korosztály, ez döntően hiányzik a színházi közönségből. Nagyon fontos már a közönséget illetően egy kicsit visszatérni a bérlet és jegyárakra. Nyilván nagyon sok minden kényszeríti az embert a változásra, de hogy önök például változtatnak ezen, vagy szeretnének-e a következő évadban valamilyen formában ezen változtatni? Az igazság az, hogy most már évek óta gyakorlatilag évről évre talán kivétel volt az a, az, az évad, amikor egyáltalán nem játszottunk, tehát a 2021-es színázi évad, tehát amikor a 20 2023-as színházi évadban újra elkezdtünk játszani, nem emeltünk egyáltalán sem bérlet, sem jegyárat a 1920 20 ashoz képest. Tehát ott kimaradt gyakorlatilag két évad, amikor azonos áron kínáltuk az előadásainkat. Ezt követően bevezettünk egy nagyon lájtos áremelést, mint egy 10%-os áremelés következett, és most a most következő, tehát a 24-25-ös színházi évadban egy olyan árrendszert dolgoztunk ki, amelyben megpróbáljuk előnyhöz juttatni a bérletvásárlókat. Tehát a bérletes közönséget szeretnénk egy igen alacsonyan emelt bérletár emeléssel arra ösztönözni, és a egyáltalán a színházi közönséget arra ösztönözni, hogy bérletet vásároljon. Hiszen a bérletek árát igen, csekély mértékben emeltük, ezzel szemben a jegyárakat drasztikusan. Na most nyilván arra gondolunk, hogy a kedves néző végig gondolja, hogyha az öt felkínált és az imént felsorolt előadás mindegyikét, akkor akarja megnézni, amikor ideje van, akkor az sokkal többe fog kerülni, mintha bérletet vásárol, és bérletben veszi meg, és alkalmazkodik a kiválasztott naphoz és a kiválasztott órához. Nyilván ennek van egy olyan összefüggése is, hogy. Hogy a színháznak alapvető szüksége van a bérletesekre. Ennek az, a, az az alapvető következménye, hogy minél több bérletesünk van, annál több bérletes előadást tudunk, annál több bérletet tudunk meghirdetni, és minél több bérletet tudunk meghirdetni, annál több előadást tudunk lejátszani egy, egy darabból. Tehát annál nagyobb a megtérülése, vagy a megtérülhetősége egy-egy létrehozott előadásnak, minél több előadásban tudjuk játszani. Nyilván egy-egy előadásnak van fajlagos költsége is. Minél kevesebbet játszunk egy előadást, ez a fajlagos költség, annál kevésbé térül meg az előadás. Ha egy előadásból, mint ahogy régen, a pandémia előtt, 18-20 bérletünk volt, ma 13. 13 szor nagyobb előadásfajlagos költsége, mint, a, mint ha eloszlik 20 előadásra, plusz még a lehetőség szerinti bérletszünetes előadásokra. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy gazdálkodni tudjunk a bérletbevételeinkkel. Hiszen van egy olyan időszak, mégpedig december közepe, és február vége között, amikor is még a fenntartó önkormányzatnak nincs költségvetése, akkor abból a bérlet eladásból származó bevételeinkből tudunk fennmaradni, amelyet a, a kedves közönség gyakorlatilag hitelez nekünk május közepétől október végéig a bérletvásárlással. Ez a nagyon jelentős bevételi hányad olyan tartalékot képez, amelyre építeni tud. A, a, következő naptári év és a, a, színházi év második felét. Tehát ez egy nagyon jelentős dolog. Ez az, amely lehetőséget biztosít, ez a bevételi forrás lehetőséget biztosít a különböző vendégek hívására, az előadások kiállítására, díszlet, jelmez, zenekar, zenei vezető, karmester, rendező, díszlet, jelmeztervező, vendégek. Tehát ez egy, ez egy olyan biztosíték egy színház életében, amelyre építeni lehet. Mert sokat jelent a közönség támogatása. Még egy utolsó kérdés a következő évadra, hogy az elmúlt, most lezárult sikeres évadnak van-e olyan előadás, ami továbbra is műsoron lesz majd a következő Igen, évad? Igen, három produkciót műsoron tartunk, ugye a nagyon sikeres dzsungelkönyvét, amelynek nyilván a közönsége mindig újra termelődik. Ez olyan, mint a padlás. Tehát gyakorlatilag Igen. ugyanaz a fajta 9-től 99 éves korig terjedő célközönsége van. Tehát ezt műsoron tartjuk. Műsoron tartjuk a Janikát, amely egyrészt a története miatt nagyon jól használható a téli hónapokban, bérletszünetes előadásokban, és a, a nagy sikerre való tekintettel. És műsoron tartjuk még a házasságszerzőt is. A házasságszerzővel kapcsolatban ö, szeretném még elmondani, hogy június 8-án tartunk egy jótékonysági előadást. Tompos Kátya művésznő, kollegína, aki egy fiatal énekes művésznő és nagyszerű színésznő, egyébként Egerben is játszott ö, annak idején, a 2000-es évek közepet áján. Nagyon komoly ö, súlyos betegséggel küzd. Az ő megsegítésére szervezzük ezt a jótékonysági előadást, amely a házasságszerző lesz június 8-án este 7 órakor, amelynek teljes bevételét Tompos Kátya megsegítésére kívánjuk felajánlani. Hát reméljük, hogy minél többen elmennek. Még egy utolsó kérdés. A társulat remélem pihen azért a nyáron, vagy tud valamennyire pihenni, ön is, de lesznek-e tájelőadások? Tehát <coughs> láthatják -e <coughs> valahol a színháztársulatát? Igen, igen, lesznek tájelőadások. A Varázsfúvola megy több helyre, tehát a tánc előadásunk megy több helyre, Budapestre és így tovább. És a, a már említett házasságszerző című Torton Weider darabbal Szarvason vendégszerepelünk a Teátrumi Társaság nyári fesztiválján, Szabatéri vízi színpadi fesztiválján június 21-én. Van még egy téma, amelyre mindenképpen szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, mégpedig a Gárdonyi Géza Színház épülete. 120 éve került a közönség használatába. Tehát 120 évvel ezelőtt, 1904-ben adták át a Gárdonyi Géza Színház eredeti épületét, kőszínházi épületét, amely többszörösen átalakult 1964-ben, aztán 2000-ben, 1999-2000-ben. Tehát ezt a fajta átalakulás sorozatot, aztán az ezzel összefüggésben kialakult társulatok, Korábbi, későbbi, aztán az újraalakítással kapcsolatban igen. kialakult tokat bemutató kiállítástra készülünk, amely kiállítást barát Zoltán fogja összehozni, rendezni, kialakítani, és erre a kiállításra szeptember vége, október elején fog sor kerülni, gondolom, hogy a 13. stúdió színházi táncfesztivál idején. És aztán. Nyilván legalább másfél-két hónapig látogatható lesz a, az előadások alatt. Nézhető, látogatható, élvezhető lesz majd. Hmm. Hát egy igazán izgalmas, tartalmas évad elé néznek. Én kívánom, hogy legyen sikeresebb még az iménti lezárt évadnál is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves hallgatóink, Önöknek köszönjük, hogy ma is velünk voltak. Ha tehetik, járjanak színházba minél többet. Önök Blaskó Balást és Vasüditot hallották. Legyen nagyon szép napjuk, viszont hallásra.